Több életet mentett meg, mint bármely más orvos a világtörténelemben. 2018-ban születésének 200. évfordulóján ezekkel a szavakkal méltatta az Egészségügyi Világszervezet Semmelweis Ignácot, az anyák megmentőjét, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyiláz leküzdésében. Július 1-e 1992 óta a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. A Vármegyei Oktatókórház ez alkalomból nagyszabású eseményen ismeri el legkiválóbb szakembereinek munkáját. Ez az a nap, ami arra hivatott, hogy valamilyen különleges módon fejezze ki a társadalom megbecsülését az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók számára. Talán a nézők számára ez, hogy egészségügyi és ben, ez nem feltétlenül nyilvánvaló, hogy mit jelent. Az egészségügyi dolgozóknak hívjuk ma azokat, akik orvosok, ápolók, betegágy mellett dolgoznak, és egészségügyben dolgozóknak mindazokat, akik ezt a munkát borzasztó komoly egyéb apparátussal, munkaügyi, titkársági, adott esetben műszaki segítséggel segítik. Természetesen ez a legjelentősebb ünnepe a magyar egészségügynek. Intézményünk is nagyon fontosnak tartja, mert úgy gondoljuk, hogy a jó munkát azt meg kell dicsérni, és minél inkább szebben és emlékezetesebben tesszük ezt, annál inkább komolyabb érték, komolyabb motiváció a jelenleg változó, elég komoly, nehéz körülményekkel szembenéző egészségügyi dolgozók számára. Az ünnepségnek évek óta a Vármegyeháza Besenyei nagyterme ad otthont. Úgy gondolom, hogy méltóképpen kell megünnepelni a Semmelweis napot, és megköszönni az orvosoknak, ápolóknak, az egészségügyben dolgozóknak azt az áldozatos és szolgálatkész munkát, amelyet végeznek értünk. Hiszen amikor valaki egészségügyi ellátásra szorul, akkor nagyon kiszolgáltatottá válik, és bizony azokban az emberekben bízik meg, akikkel ott találkozik a különböző intézményekben, az ápolókban, orvosokban, és azt hiszem, hogy ezt a munkát ezt nem elég egyszer megköszönni, de természetesen Semmelweis napon igyekszünk még nagyobb figyelmet fordítani rájuk. És azért is nagyon fontos munka az, amit végeznek, mert ők is ugyanúgy emberek. Ők is van, hogy fáradtan kelnek egy nap, ők is van, hogy éppen problémákkal küzdenek, de amint a munkájukat felveszik, amint szolgálatba állnak, akkor ezt nem vehetjük észre rajtuk, és azt hiszem, hogy ehhez kell igazából a nagy erő, és ezt az erőt, és ezt a kitartást, és ezt a szolgálat és áldozatkészséget szeretnénk megköszönni a mai napon is. Az ünnepségen 17 orvos, egy-egy ápoló és diagnoszta, valamint 11 háttérben dolgozó kolléga vehetett át Semmelweis napi kitüntetést. Köztük Borcsik László, aki 2011 óta a Nyíregyházi Józsa András Takkórház neurológus szakorvosa, adjunktusi kinevezését 2017-ben vette át. Jelenleg a neurológiai osztály stroke részlegének vezetője, aki saját kórtermei mellett felügyeli és irányítja a részleg munkáját. A kitüntetés a szakmán belüli elért teljesítményt tükrözi tulajdonképpen. Ez nem csak a kollégák részéről, hanem nyilván a kórházi vezetőség részéről is nagy megtiszteltetés jelent számomra. Az ünnepségen 7 főorvosi és 12 adjunktusi kinevezést is átadtak, melyeket szakmai, tudományos és vezetői feladatvállalások terén nyújtott kimagasló teljesítményük alapján egy szakmai vezetőtestület ítélt oda a kinevezetteknek.